Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Együttműködés, közös projektbe kezd a Tolna megyei önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem. Energetikai korszerűsítés, olcsóbb lett a bátaszéki tanúszoda működése. Elfogás, nemzetközi körözés alatt álló férfit fogtak el a rendőrök. Hipertónia, folyamatosan nő a magas vérnyomásban szenvedők száma. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Együttműködési megállapodás aláírására készül a Tolna megyei önkormányzat a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karával, valamint a Tolnai megyeszékhelyi önkormányzatával. A három oldalú egyesség szerint a felek a jövőben a helyi munkaerőpiaci igényeket felmérve közösen dolgoznának a megye szakemberképzésén és a gazdaság fellendítésén. A megyei önkormányzat képviselői az ezzel kapcsolatos első előkészítő döntést pénteken hozták meg. A Tolna megyei önkormányzatnak az a célja, hogy helyileg megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek a megye fejlesztésében szerepet játszhatnak az elkövetkező időszakban. Éppen ezért szükségünk van a megyének olyan oktatási rendszerre, amelyben az alapfoktól egészen a csúcsszintig, az egyetemi oktatásig mindenféle intézmény megtalálható. Már régóta vajódik ez az ügy, hogy az egyetemmel milyen kapcsolatot és hogyan tudunk realizálni, és most megérett a helyzet arra, hogy valószínűleg, és nem valószínűleg, hanem döntés született arról, hogy megállapodást kötünk az egyetemmel, egy közös csomagot próbálunk letenni, szakmai csomagot az asztalra. Befejeződött a bátaszéki tanúszoda energetikai korszerűsítése, így mostantól a működési költségek jelentősen csökkennek. Éves szinten 8-10 millió forintot tudnak ezzel megtakarítani. A fejlesztésre 264 millió forintot nyert a helyi önkormányzat a TOP pályázaton. Hatalmas tömeg gyűlt össze tavaly az egyik úszóversenyen a bátaszéki tanúszodában, ami jól mutatja, milyen fontos helyet tölt be a település életében. A tanúszoda most 264 millió forintból korszerűbbé vált egy TOP pályázatnak köszönhetően. Tavaly decemberben kezdődtek meg a munkálatok, a fűtés korszerűsítéshez szükséges 30 talajszonda azóta a helyére került. Ezek pedig már friss felvételek, minden munkálat befejeződött, megújuló energiával váltották ki a gáz és a villamos energiát. A talajszondákkal a 14 fokos talajvízből 47 fokos vizet állítanak elő, amivel többek között a medencék vizét fűtik fel. Ami gyakorlatilag egy megújuló energiaforrás, kiapadhatatlan, és folyamatosan tudja biztosítani ezt a hőenergiát, ami annyit jelent, hogy a továbbiakban az üzemeltetés, ennek a gyönyörű korszerű úszodának az üzemeltetésében a gázenergia, mint foszilis energia bevitelét kiváltja teljes mértékben, tehát a továbbiakban a gázenergia csak tartalékként vesz részt a rendszer üzemeltetésében. Jelentős költséget takarítanak meg ezzel a lépéssel, valamint a többi energetikai korszerűsítéssel. Kialakítottak az épület tetején egy 50 kW-os naperőmű rendszert, és lecseréltek 270 világító testet LED lámpára. Nem kis anyagi megterhelést jelent, hiszen ennek a létesítménynek az éves fenntartási költsége mintegy 35-40 millió forint közötti összegre tehető. Ezért is fogalmazódott meg a városvezetésben az a gondolat, amikor láttuk, hogy maga a TOP pályázat erre is ad lehetőséget, hogy a működtetési költségeket próbáljuk csökkenteni. A tanúszoda fenntartási költségek közel 10 millió forinttal csökken a fejlesztésnek köszönhetően. Tolna megyei rendőrök kerítettek kézre egy férfit, aki ellen 6, köztük nemzetközi elfogató parancs is érvényben volt. Az elfogásra Budapesten került sor. A falhoz szorították, majd megmotozták a civilruhás rendőrök a férfit. A felvételt a rendőrség munkatársai Budapesten készítették. A képeken Tolna megyei nyomozók láthatóak, amint egy olyan bűnözőt fognak el, aki ellen korábban 6-szor adtak ki körözést. A férfi korábban Dombóváron követett el csalás bűncselekményt. Ennek kapcsán került sor első körben a férfi belföldi elfogató parancsának elrendelésére, majd néhány hónappal később, még 2017 áprilisában európai elfogató parancsot is elrendeltek a férfivel szemben.
A többszörös csalással gyanúsított férfi a Tolna és Somogy megyék határán található Inán pusztán élt. Most onnan közel 180 kilométerre kell börtönbe vonulnia. A férfi elfogását követően őt a budapesti büntetésvégrehajtási intézetbe szállították. A vele szembeni eljárások a jövőben is folyamatban lesznek. Vagyis a csalásokkal gyanúsított férfinak minden egyes vádpontért felelnie kell majd. Besurranó tolvajt keresnek a szekszárdi rendőrök. A gyanú szerint a képen látható férfi a Csalogány utcában mászott be egy erkélyen keresztül az egyik lakásba, ahonnan ékszereket és készpénzt vitt magával. A rendőrség kéri, hogy aki a fényképen lévő elkövetőt felismeri, keresse fel a szekszárdi rendőrkapitányságot, vagy hívja a 3674 501 100-as telefonszámot. Graffitike csúfította el több szekszárdi társasház, intézmény és vállalat falát négy fiatal. A férfiak a falfirkákkal összesen 2 millió 700 ezer forint kárt okoztak. A szekszárdi járásbíróság az ügyükben most hozott ítéletet. Különböző feliratok, nonfiguratív ábrák csúfítják el a Kölcsei lakótelep házainak falát, de nem csak itt, hanem a Mérei utcában is számos házfalán lehet graffitiket látni. A falfirkákkal négy fiatal kívántak kifejezni önmagát, ám azzal nem számoltak, hogy az úgynevezett művész nevük leleplezik őket. Ügyükben a szekszárdi járásbíróság most hozott ítéletet. A szekszárdi járásbíróság jogerősen négy vádlottat ítélt el többrendbeli rongálás vétsége miatt, azért, mert a vádlottak 2016 nyarán Szekszárd belvárosában különböző épületeket firkáltak össze, úgynevezett graffitikkel. A tettenérésükre úgy került sor, hogy minden egyes falfirkára elhelyezték a saját művész nevüket, egy feliratot, amely alapján a rendőrség be tudta őket azonosítani. A bíróság a négy férfit rongálás büntettében bűnösnek találta, és 312 óra közérdekű munkára ítélte, valamint helyt adott a sértettek kártérítési igényének is. A négy fiatal közül van, akinek mindössze 30 ezer forintot kell kifizetnie, másnak több mint 120 ezer forintot. Ezentúl le kell takarítaniuk a graffitiket a Mérei utcában, a Kölcsei lakótelepen és a Szentgyörgyi Albert utcában található társasházak faláról az év végéig. Így döntött a bíróság. A férfiak a falfirkákkal összesen 2 millió 700 ezer forint kárt okoztak az ingatlanok tulajdonosainak. Építőmérnöki plakátokból nyílott kiállítás a szekszárdi Garai János gimnázium udvarán. A tárlatot, ami az elmúlt évtizedek legjelentősebb hazai építőmérnöki alkotásait mutatja be, Budapesten a Magyar Mérnöki Kamara tagjai állították össze. A Szekszárdon bemutatott alkotások vagy Tolna megyei fejlesztéseket hoznak közelebb az érdeklődőkhöz, vagy pedig itteni mérnökök kezemunkáját dicsérik. A kiállítás összeállítóinak egyik legfőbb célja az volt, hogy az alkotásokat bemutatják, kedvet csináljanak a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákoknak ahhoz, hogy minél többen válasszanak mérnöki hivatást. Ugyan vannak más szakmaterületei is nagyon szép dolgok, de ezek nélkül tulajdonképpen nem élhetnénk. Az építőmérnökök azok azért dolgoznak, hogy a társadalom napjai könnyen, természetesen folyjanak le. Ők alkotják meg az infrastruktúrát, a kényelmi berendezéseket, a kulturális centrumokat. Tehát nagyon széles körben vagyunk érintettek ebben a tevékenységben. A magas vérnyomásban szenvedők aránya folyamatosan növekszik. Az adatok szerint ma közel 10 millióan halnak meg a világon a betegségben. Ráadásul a hipertónia számos más betegség kísérőjeként is megjelenik. Ezért van kiemelkedő jelentősége annak a szekszárdi konferenciának, melyen a magas vérnyomás kezelésének lehetőségeit vitatják meg a szakemberek. A hipertónia következtében életüket vesztők felének semmilyen tudása sem volt élete során arról, hogy beteg. Ezért nevezik a magas vérnyomást néma gyilkosnak. Magyarországon a lakosság 35-40%-a hipertóniás, tehát ez egy 3,5-4 millió embert érint. Emiatt fontos az, hogy minden orvos tudjon erről. Ezt nem a kardiológusoknak, nem a belgyógyászoknak a belügye, minden egyes orvos-beteg találkozáson, még ha csak egy szemorvosi vizsgálatra megy valaki, vagy egy műtétre, egy adott szakterületre, fontos volna a vérnyomásmérés, mert sorra fedezzük föl a fel nem ismert hipertóniásokat.
A betegségeben szenvedő 3,5 millió embernek közel a fele áll rendszeres kezelés alatt, és ennek is csak a fele van jól kezelve, mondja Bencúr doktor. Sajnos Tolna megyében a 2015-ös felmérés az a legfrissebb, annak az adatai szerint még ennél is kevesebb, alig csak a negyedük van jól kezelve, és hát a jól kezelés azt jelenti, hogy a célértéket eléri. Ez a 140/90-es vérnyomást jelenti, de minden ennél alacsonyabb érték csak csökkentheti a betegségek kockázatát. Kondákor István főorvos, a Varassa János Kórház tudományos tanácsának elnöke a kongresszussal azt mondta, egyre több hasonló ilyen rendezvénye van a kórháznak, melyen a szakma elismert képviselői osztják meg tapasztalataikat. Szinte mindennapos dilemmát jelent az, hogy milyen az ideális vérnyomásbeállítás, hány gyógyszerrel, hány hatásmechanizmusú gyógyszerrel, ezek milyen kombinációval érhető el az ideális vérnyomás. Egyáltalán mi az ideális vérnyomás, erről is az alapkérdésről folyamatosan megy a diskurzus a szakmába, és hát a médiát, aki figyeli, láthatja azt, hogy ebben is vannak időnként újra gondolt tanácsok. Számos betegség prevenciójának alapkérdése a megfelelő vérnyomás, így például a stroke, az Alzheimer és számos neurológiai betegség esetében is. A legfontosabb, állítják az orvosok, a megfelelő életmód kialakítása a megelőzés érdekében. 65 facsemetét ültetnek el Bonyhádon 3 nap alatt 3 különböző helyen. Több éves hagyománya van a Minden születendő gyermeknek ültessünk fát programnak a Völgységi Városban. 11 darab gömbplatánt ültettek péntek délelőtt a Móricz Zsigmond utcában Bonyhádon. Tavaly augusztustól idén nyár végéig 100 gyermek született a bonyhádi családoknál. Már 8 éves hagyomány, hogy az újszülötteknek egy-egy fát ültetnek a városban. Az alapgondolat az az, hogy amikor együtt cseperedik egy fa egy kisbabával, egy kisgyermekkel, akkor az a kötődés, ami ahhoz a településhez köti, ahol gyermekkorát töltötte, az talán erősebbé válik, és ahogy az életrendje szerint kirepülnek majd és elmennek tanulni más városokba, akkor visszatalálnak hozzánk, és ők is majd a jövőben itt alapítanak családot. A helyszín kiválasztásában az önkormányzat munkatársai, illetve a program összefogói igyekeznek az adott újszülött otthonához közeli helyre ültetni a facsemetét. 3 ütemben ültetjük az idei évben a 65 fát, 12 helyszínen összesen. Az első helyszín ugye a Móricz Zsigmond utca, aminek megújult az aszfalt burkolata is, és így egy szép fasort alakítunk ki majd évről évre a szecskai gyerekek fáival. Hétfőn és kedden tovább folytatódik a tavaly augusztustól született gyermekek facsemetéinek elültetése. Akkor többek között a Fáj lakótelepen és a Millennium Parkban is földbe helyezik a további 54 facsemetét. Végső nyugalomra helyezték pénteken délelőtt a Tolnai temetőben Pirgi Józsefnek, a város néhai alpolgármesterének, a Tolna megyei önkormányzat képviselőjének hanvait. A gyászszertartáson Pirgi József rokonai és szerettei mellett egykori kollégái, tanítványai közül is több százan vettek részt. Pirgi József 1948. december 26-án született, az általános iskolát és a gimnáziumot is Tolnán végezte, majd 1990 óta ugyanitt volt a helyi gimnázium igazgatója. 2008-ban vonult nyugdíjba, de az elmúlt tanév végéig tanított óraadóként más középiskolákban is. A Tolnai képviselőtestületben 1998 óta dolgozott, 2014-től pedig Tolna társadalmi megbízatású alpolgármestereként tevékenykedett. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Kutatás a Mohácsi csata helyszíne után, előadások érdekességek a politikai földrajz konferencián. Erőszak, a nők harmadát érte élete során valamilyen bántalmazás. Ismerkedés a népmesék világával, döntőben a népmese vetélkedősök. A Mohácsi csata helyszínével kapcsolatos kutatásait is ismertette Pap Norbert a csütörtöki 11. Magyar Politikai Földrajzi Konferencián. Az MTA pécsi székházában plenáris üléseken, illetve szekcióüléseken került többek között a Mohácsi csatával kapcsolatos legújabb feltételezés a kutatók elé. Pontosan hol van a Mohácsi csata helyszíne? Ez az a kérdés, amelyre választ keres munkatársaival Pap Norbert egyetemi tanár. A kutatók a leírások alapján az utóbbi 100 évben dombot kerestek, amely előterében egy Földvár nevű település állt. Mindezt a résztvevő Brodalics István beszámolójából tudjuk. A probléma csak az,
hogy ezen a síkságon nincsenek valódi dombok, csak kisebb kitüremkedések, Földvárfalut pedig nem sikerült azonosítani, pontosabban, mint egy tucatnyi helyen sikerült, de ezeket a feltételezett helyeket megerősítő döntő bizonyítékok eddig nem kerültek elő. Pap Norbert ezután azt ismertette előadásában, hogy a leírások és a korabeli térképek leletek alapján merre kutatták a helyszínt. A mély mocsár és annak a bizonyos nagyároknak, amit ma már szabad szemmel nem látni, találkozásánál volt a csata az eddigi bizonyítékok szerint. Ott nyomulnak előre az oszmánok délről észak felé, Mohács irányába, hadiúton, hadiút mentén, és ott próbálják megállítani őket ezek a keresztény csapatok, és hát ugye ezért vannak ezek a beszámolók, hogy ki a mocsárba vész, ki az árokba hal, még van olyan feljegyzés is, hogy a mocsármenti árok tele van halottakkal, tehát okkal gondolhatjuk, hogy itt az árok környékén majd lesz ennek a csatának még sokféle nyoma. A kutatók sok próbafúrást terveznek még a beazonosított területen, hogy régészeti bizonyítékokat találjanak. Második éve kutatják a csata pontos helyszínét az Akadémia kiválósági programjában. Csütörtökön a 11. Magyar Politikai Földrajz Konferencián számolt be Pap Norbert a kutatásairól az MTA Pécsi Területi Bizottság székházában. A hideg miatt fokozott veszélynek vannak kitéve a vízmérők, házi vezetékek. A szerelvények csövek elfagyása jelentős költségeket és váratlan kellemetlenségeket okozhat. Víz nélkül maradhat a lakás, vagy épp ellenkezőleg köbméter számra elfolyt vizet eredményezhet. A vízmérők és az épületek házi vízhálózatának fagyvédelme a felhasználók kötelezettsége, hívja fel a figyelmet a Tettye forrásház. Annak érdekében, hogy elkerüljük a fagykárt, időben kell megtenni a szükséges óvintézkedéseket, de ha már megtörtént a baj, mindenképp keressük fel a szolgáltatót. A fagy leginkább a vékony vaslappal fedett aknákban lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért érdemes az aknafedlap belsejét egy hungarocell lappal, ráerősített lappal szigetelni, illetve magát a vízmérőt egy nem netszívó hőszigetelő anyaggal, akár hungarocellel vagy építési fóliával körbe tekerni. Fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a vízmérő aknát, hogy nincs benne víz, nem csúszott-e félre a fedele, mert a hidegben egy ilyen apróság miatt is bekövetkezhet a baj. Egyes felmérések szerint a nők harmadát éri élete során valamilyen bántalmazás, amely nem csak fizikai, hanem gazdasági, szexuális vagy verbális sérelem is lehet. A Siófoki Nők Együtt Egyesület erre is felhívta a figyelmet. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja kapcsán a civil szervezet immár harmadik alkalommal tartott előadást fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, ugyanis a nőket ért bántalmazás kortól független hangzott el a programon. A fiatalok ma már egyre korábban létesítenek kapcsolatot, így a tizenévesek is ki lehetnek téve párkapcsolati bántalmazásnak, de az is hatással lehet rájuk, ha a családon belül látják, tapasztalják mások testi vagy lelki sérüléseit, mondta Probst Erika, klinikai szakpszichológus. Ezek a gyermekek bizony sérülnek ezekben a családokban, ezekben a kapcsolatokban, és nagyon fontos, hogy adott esetben ők is tudják, hogy mit tehetnek, hogyan segíthetnek saját helyzetükön, minél kevésbé sérüljenek. A bántalmazásnak számos formája lehet, emelte ki a szakpszichológus Siófoki előadásán. Van a verbális bántalmazás, szóbeli bántalmazás, ugye pszichés bántalmazás, fizikai bántalmazás, gazdasági bántalmazás, szexuális bántalmazás. És a tapasztalatom az, hogy ahol az egyik megjelenik, ott általában rövid időn belül szinte az összes megfigyelhető. A Siófoki Nők Együtt Egyesület harmadik alkalommal hívta fel a figyelmet a kapcsolatokon belüli bántalmazásra a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja kapcsán. Világtársadalmi probléma, és úgy érzem, hogy ez nem tabu téma. Tehát a családon belül erőszak az már nem tabu téma, és lépnünk kellett. A városban rajtunk kívül senki nem ezzel a témával nem foglalkozik. Hazánkban becslések szerint a nők 25-27%-át érinti a családon vagy kapcsolaton belüli erőszak, és a bántalmazás minden generációban jelen van. Éppen ezért is hívták a programra a helyi középiskolásokat. Mint azt Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, a témával az iskolákban is szeretnének majd foglalkozni. Talán kisebb, szűkebb környezetben a gyerekek is bátrabban beszélnek a problémáikról.
ahol van rögtön pedagógiai segítség, vagy éppen iskolapszichológusi segítség, talán ott még hatékonyabbá lehetne tenni ezt a fajta felvilágosító tevékenységet. A program zárásaként a résztvevők Siófok belvárosában közös sétával hívták fel a figyelmet a nők elleni erőszakra. Döntőjéhez érkezett a Baranya megyére is kiterjedő népmese vetélkedő. A szakmai napok célja, hogy a versengés során a fiatalok saját kutatás alapján ismerkedjenek meg a népmesék világával. A végső megmérettetése a Pécsi Kulturális Központban volt, mely egyben főszervezője is az esemény sorozatnak. A program megvalósításában közreműködött a Szofiáne Kulturális Egyesület. Árumába járt a Pécs utcáj, és éppen a Percel Miklós utcába tartott. Javában zajlik a népmese vetélkedő döntője. A színvonalas első alkalommal megrendezett népmese világával foglalkozó rendezvény megvalósítását a Szopiáni Kulturális Egyesület segíti. Komoly referenciájuk van, hiszen 10 éve már, hogy vetélkedőket szerveznek iskolás gyerekeknek Pécsett és Baranya megyében. Most is az egész megyét érinti a tavasszal indult kulturális, a népmese világával foglalkozó irodalmi verseny. A Kulturális Egyesület végezte a rendezvények a szervezését, a kommunikációját, a felületek létrehozását. Döntő részt mi állítottuk össze azokat a feladatokat, amelyek a gyerekek versenyeztek, illetve most magát a döntő megszervezésében is aktívan közreműködtünk, illetve elnök helyettes asszonyunk képviselteti magát a zsűriben is. A vetélkedőről a népmese.hu internetes portálon értesülhettek a gyerekek, ahol az első forduló feladatait is megkapták totó formájában, mely az olvasnivalónak kiadott mesére épült. Akkor 30 gyerek vágott bele a munkába. Elsősorban nem csak azok az iskolák, akik amúgy is benne vannak a programban, hanem lehetőséget adtunk azoknak a gyerekeknek is, akik jelen pillanatban még nem látogatják a népmesepontot. A döntőig 16 gyerek jutott el, a döntő előtt volt még egy forduló, abban népmese jelleggel kellett a gyerekeknek írni egy saját mesét, ami a Mátyás király éve alapján, ugye Mátyás királyt kellett, hogy beleszőjék a mesébe, és lehetőleg pécsi helyszínen játszódjon ez a történet. A szakmai napok célja, hogy a versengés során a fiatalok saját kutatás alapján ismerkedjenek meg a népmesék világával. A végső megmérettetés a Pécsi Kulturális Központban volt. Végül mutatjuk újra a legfontosabbakat. Együttműködés, közös projektbe kezd a Tolna megyei önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem. Energetikai korszerűsítés, olcsóbb lett a bátaszéki tanúszoda működése. Elfogás, nemzetközi körözés alatt álló férfit fogtak el a rendőrök. Hipertónia, folyamatosan nő a magas vérnyomásban szenvedők száma. Hétvégén borongós párás idő lesz jellemzően mindkét napon, gyenge szemerkélő eső viszont bármikor előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű ebben az ország részben. Az évszakos átlagnak megfelelő maximum hőmérséklet várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!